Jobb Rodi a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Hit Rádió, és benne a középpont a mikrofonnál Fekete Rita, és tisztelettel köszöntöm itt vendégeinket, Nagy Attila Tibor politikai elemzőt és Diák Dánielt a 21. század vezető elemzőjét. Szépen. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! vita lesz ma. Fogunk beszélni a kampány utolsó napjainak a, az eseményeiről, és hoztunk ezzel kapcsolatban jó pár hírt, ez szeretném, hogyha kommentálnátok, és aztán meglátjuk, hogy miben értetek egyet, és miben nem. Az első ilyen hírünk, hogy áll profilokkal és bérkommentelőkkel is jelentősen segítheti az ellenzék kampányát Bajnai Gordon adathalász cégcsoportjának Amerikából támogatott csapata, ha kell irreális aktivitást generálnak egyes tartalmak köré adata adatnál. Ez olvasható, ugye a hír és a forrásként megjelölve pedig az Index van. Az Index hozta ki ezt a hírt nem olyan régen, hogy mi is itt a kapcsolat, a data -adat, a Bajnai Gordon, és akár már Péternek az elnök jelölté választása kapcsán. Erről mi a véleményetek? Hát igen, ugye az Index cikke az részletesen taglalja azt, hogy ez a datadat milyen típusú kapcsolattal rendelkezik a korábbi balliberális kormányfőhöz és egyébként Gyurcsány bajnainak az embereihez. Ezt már régóta hallottuk, ezt már maga Márkizai Péter is megerősítette, tehát elmondta, hogy milliós nagyságrendben van meg ennek a cégben a választói adatbázis, és ezen keresztül próbálják interneten és akár SMS-ekben bíztatni arra a saját követőiket, hogy vegyenek részt a parlamenti választáson. Ez önmagában egyébként nem meglepő, vagy nem érdekes. Ami érdekes, az az, amire az Index is rávilágított, hogy egy nagyon átláthatatlan és külföldi hátterű céghálózat, offshore hálózat van e mögött a cég mögött, tehát az adatok, a személyes adatok külföldre jutnak, nem átlátható ennek a finanszírozása, és egy vacsora számla kapcsán ugye az is felmerül, hogy Márkizaj Péternek a kampányát azt külföldről finanszírozzák, ami egyébként már karácsony esetében is felmerült, hiszen volt a 99 mozgalom, amely hát több millió forintot költött, hirdetett el az előválasztási kampánya időszakában, és hát azt láttuk, hogy nem nagyon számolt el Karácsony sem azzal mind a mai napig, hogy honnan jött ez a rengeteg több százmilliós, vagy érhetően milliárdos nagyságrendű összeg, és azt ugye tudni kell, hogy külföldről is elfogadhatnak ilyen szervezetek adományokat, Miközben például a pártoknak a hivatalos finanszírozása és a kampány kapcsán ki van zárva a külföldi finanszírozás. Nem tudom megítélni, vagy leellenőrizni azon állítást, hogy állprofilokat használnak, bár erre külföldön már láthatunk példákat kétségtelen, tehát nem kizárt, hogy esetleg Magyarországon is használják ezt a módszert. Ö, azt látom, hogy az ellenzék belátta, illetve hát ö, tudja, hogy a Facebookon belüli adatgyűjtést is érdemes feljebb stófolni és ö, fokozottabban ö, használni. Mártizaj maga is beszélt arról, hogy a kampányát adatalapon szervezik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy például a ellenzéki szavazókat, vagy bizonyos társadalmi csoportokat akár úgynevezett targetálással, tehát tulajdonképpen csoportoknak szóló, majdhogy nem személyre szabott üzenetekkel igyekszenek megszólítani. Azt látom, hogy az ellenzék valamennyire látja ennek a jelentőségét. A kivitelezésbe olykor belecsúsztak azért hibák, hiszen pár nappal ezelőtt olyan tömeges SMS-ek, SMS akció történt, amely hát nem kellően szabatos magyarsággal e, került ki, tehát itt még nyilván volna mit javítani, vagy lett volna mit javítani, csak hát ugye most már a kampány végé vagyunk, de az önmagában nem ördögtől való egyébként, hogy a az adott politikai erők adatbázisokat építenek ki, és ezt az adatbázisokat felhasználják, természetesen a törvényesség betartására érdemes ügyelni. Ahogy Dani is mondta, valóban, hogyha pusztán pártfinanszírozásról lenne szó, akkor be kellene tartani a párttörvény azon rendelkezését, hogy a pártok külföldi, külföldről nem fogadhatnak el finanszírozást, viszont a karácsonyféle 99 mozgalom az nem párt, és azzal egyetértek, hogy eddig még én se vettem észre, hogy Karácsony Gergely elszámolt volna azzal a több száz millió forinttal, amelyet a 99 mozgalom kapott. Minden esetre az ellenzék igyekszik felnőni a Fideszhez, próbálkozik adatbázis összeállításban, Facebook Target is valamennyire ellensúlyozni a fidesz szembeni hátrányát, hogy ez aztán mennyire sikerül, az április 3-án este fog kiderülni. Mennyire problémás az, hogy itt a cégháló meg a kapcsolati rendszerből az derül ki, hogy amerikai demokrata párti prominens személyek is köthetők valamilyen módon Bajnai Gordonnak ehhez a cégcsoportjához, és hogy adatok kikerülnek valóban külföldi országba, hogy ti is mondtátok, és elképzelhető ez, mert ilyen olvasatot is lehetett hallani, hogy maga az egész előválasztás, az, hogy ott az emberek az adataikat megadták, tehát ez mennyire átlátható, hogy onnan mi került ki, Hány magyar embernek az adata, és a többi, vagy hogy eleve ezért lett volna ez az egész hogy adatokat gyűjtsenek? Tehát ilyen is uh, hír is van. Igen, ugye az előválasztásnál én is felhívtam a figyelmemet arra, hogy aki elolvasta ott a felhasználói feltételeket, az ott uh, világosan láthatta, hogy az ő személyes adatait, uh, igenis ezek a pártok egymás között megosztják, tárolják, és külföldi szerverekre fogják eljutatni. Nem véletlenül, hogy például a balti országban van bejelentve ez a céghálózat, hogy oda köthetőek a szálak, uh, és ez azért van, mert ott a leglazább az ilyen típusú szabályozás, tehát értelemszerűen Írország is ilyen ország, ahol például a le legnagyobb ilyen multicégek oda regisztrálják be magukat, mert ott a leglazább egyébként a, a, gazdasági része is, tehát az adózási része, illetve a különféle személyi adatgyűjtéssel kapcsolatos szabályozások is abban az országban nagyon lazák, és itt is ugye az előválasztásnál láttuk, hogy külföldre jutnak egyébként választóknak a személyes adatai, tehát értelemszerűen az előválasztás Amellett, hogy kiválasztották Márkizai Pétert, aminek a Fidesz szerintem nagyon örül, emellett az is fontos célja volt, hogy több százezer embernek meglegyen az adata egy egységes baloldali adatbázisban, amit később a rendes kampányban fel tudnak használni. Az amerikai szár pedig egyértelmű, tehát nekem olyan információim vannak, hogy demokrata párti amerikai körökből napi szinten vannak itt Márkizai Péterék mellett. Volt egy kampányesemény a napokban, ahol például például egy idős háború ellen tiltakozó szemét egy magyarul alig beszélő nő tepert le. Nekem meggyőződésem, hogy például ő is ennek az amerikai teamnek, ennek az amerikai csapatnak a tagja, amelyik már hónapok óta egyébként Magyarországon van, és sokszor személyesen kísérlik Márkizai Pétert az egyes kampányeseményekre, és ezek a technikák, ezek az eszközök, amit akár a Facebooknál, vagy Márki Zaj Péter kommunikációjában is láthatunk, ezek mind-mind az amerikai demokrata köröknek a kampány technikái, egészen odáig, hogy a kampány daluk is egy amerikai koppintás, tehát ugye a hatalom a népé szlogen most a baloldalnak a szlogenje, Ugyanez a szlogen volt a demokrata körökben a korábbi amerikai elnökválasztási kampány során, tehát tényleg szó szerint, gyakorlatilag nem viccelek, szó szerint az amerikai demokrata köröknek a kampány elemeit használják, hasznosítják, még a kampány videójuk is szó szerinti lemásolásra is, még a, még a mozdulatok és az effektek és a, a koreográfia is tényleg teljes amerikai koppintás. Ha ez így van, ez jó stratégia, magyar embereket megszólítani egyfajta kicsit ilyen amerikai stílusban? Én azt gondolom, hogy a Fidesz sem vetette meg az amerikai tanácsadókat, hogyha úgy látta, hogy azok az amerikai tanácsadók megfelelőek, Gondolok itt Flingersteinre például. Ez önmagában nem rossz. A, a nagy kérdés ilyenkor mindig az, hogy az amerikai tanácsadók tudását, tapasztalatai sikerül -e megfelelően adaptálni a magyarországi viszonyokhoz és ha igen, akkor egy sikeres választási kampányt lehet végrehajtani. Az, hogy a demokrata párt, tehát a demokrata pártnak az esetleges jelenléte, ami valóban valószínűsíthető a magyar kampányban, az egyáltalán nem meglepő, hiszen az amerikai demokraták nem szeretik Orbán Viktort, és örülnének az Orbán kormány bukásának. Voltak kisebb-nagyobb, hát nem túl hosszú, de mégis a kisebb nagyobb szóváltások Orbán Viktor és Joe Biden között, már akkor, amikor Joe Biden még elnökjelölt volt az elnökválasztási kampányban, tehát jól látható, hogy Bidenék örülnének annak, hogy Orbán Viktor megbukna, és nagyon is éleszerű az, hogy a demokrata párt szakmai, politikai segítséget nyújt a magyar ellenzék választási kampányához. Az adatbázis gyűjtés pedig a magyar politikában is legalább két évtizedre nyúlik vissza emlékezhetünk az úgynevezett Kubetov listára, amikor a Fidesz is igyekezett az akkori sajtóhírek szerint ellens, a választópolgárokat kategóriákba sorolni, semleges, ellenséges, baráti választópolgárokra is az alapján jól be tudta lőni a Fidesz, hogy hol áll jobban nyerésre. Vélhetően a Fidesztek mostanában is van valamilyen adatbázis, a biztos vagyok benne, ha hogy van. Most az ellenzék a dat adattal próbálta felvenni a versenyt, erre is ezt tudom mondani, hogy ennek a hatóikonyságát mindig a választási eredmények mérik meg. A, a közélemény kutatások szerint egyébként rosszul áll az ellenzék, tehát eddig, mint hogyha az ellenzék nem tudta kellőképpen a Fidesz erejét akár ezekkel az adatbázisokkal érvényesíteni, de majd végleges értékítéletet vagy véleményt erről valóban csak április harmadikán este lehet mondani. Egy reakció, hogy az, hogy vannak amerikai tanácsadók, az más attól, hogy szó szerint amerikai szlogeneket, amerikai mondatokat, vagy angol mondatokat másolnak le és fektetik át a magyar választási kampányba, tehát ez a kettő között van különbség. Én a Fidesznél és Orbán Viktor esetében is látok önálló gondolkodást, önálló szakértelmet, önálló politikai tudást. Ezt a baloldalon Márkizai Péter esetében nem látom. Azt láttam, hogy üres, amcsi szlogeneket, mondatokat, gondolatokat fektetnek át, magyar mondatokká, és azokat próbálják választási kampányban használni, és ez lett az ok annak, hogy egyébként a baloldal rosszul áll a közvélemény kutatásokban, mert egyszerűen nincsen eredetiség, nincs önálló gondolat. Én ezzel azért vitatkoznék, mert már jó néhány eredeti mondata van a különböző viccelődéseitől kezdve, például a vakok meg a négerekkel való viccelődés, az elég eredeti, nem hiszem, hogy ezt az amerikai kampányokban nagyon használnák. Ugye az volt az eredeti indulópont, hogy ő a magyar Donald Trump, ugye ezt is valószínűleg a tanácsadók kezdték el mondogatni a baliberális közegben, és azt hitték, hogy attól ez Donald Trump, már Péter, hogy elkezd is gyalázni a választókat, és meghökkentő dolgokat mond. Csak hát én Donald Trump esetében nem emlékszem arra, hogy a választókat sértegette volna, inkább csak a demokrata politikusokat. De ez az amerikai vonal egyébként Márkizai Péternek a kommunikációban nagyon erősen jelen van, nem? Tehát akár a rezsicsökkentésre, ha gondolunk, akár más ilyen szakpolitikai kérdésekre, mindig olyan példákat hoz, amelyeket ő valószínűleg Amerikában lát, ott, hogy ott működnek, de hát nem biztos, hogy a magyar országon ezek működnek. Ezzel egyébként olyannyira egyetértek, hogy az amerikai-kanadai tapasztalatok is befolyásolhatták abban, hogy már kizaj neoliberális gazdaságpolitikát tart helyesnek. Tehát ő, ő szemmel láthatóan az amerikai tartózkodásában az maradt meg, hogy... Mindenki igyekezzen saját magáról gondoskodni. Tehát a piac majd nagyjából elrendezi a dolgokat, és az állam beavatkozását minél inkább vissza kell szorítani. Ez egyébként, ez a szemlélet már Amerikában is valamelyest meghaladott, legalábbis a pandémia következményeinek elhárítására szolgáló Bideni reformcsomagok, sőt már a Trumpi csomag is, amikor úgynevezett helikopterpénzt juttattak el egy csomó amerikainak a pandémia miatt. Szóval már ott is valamelyest túlhaladottá vált, tehát Magyarországon meg egészen más a helyzet. Amerikában a lakosságnak kevesebb, mint a felének van saját tulajdonú lakása, ott, ott például elég gyakori a, a, a bérlés, a lakások bélése. Magyarországon 91 a lakosságnak rendelkezik saját ingatlannal, ami azt jelenti, hogy az ingatlanoknak a rezsiköltsége, az nem pusztán a lakosoknak a a személyes, ügye, hanem egy kőkemény politikai kérdés, hogy a miniszterelnök jelöltek hogyan viszonyulnak -e ez a témához. Márkizaj Péter pedig, mintha azt hitte volna, hogy Amerikában van, és mondhatja tovább nyugodtan az, hogy hát te gondoskodjon lehetőleg mindenki saját magáról, csak hát itt egyáltalán nem ez a helyzet. Tehát amikor tavaly ősszel Márkizaj Péter a rezsicsökkentést erőteljesen kritizálta, szó szerint felelőtlennek mondta, és tarthatat. Én már akkor tudtam, hogy ezzel súlyos politikai hibát követett el, mert Magyarországon a csökkentés, amelyet az Orbán kormány végrehajtott, nagyon is népszerű volt. Na lépjünk tovább, akkor egy picit ilyen külpolos témára, ugyanis itt az orosz-ukrán háború egész komoly kampány téma is lett. Ugye elmaradt ez a V4-es védelmi miniszterek találkozója, és azok állítólag Magyarország-orosz politikája, ami miatt Csehország és Lengyelország már visszalépett a budapesti tanácskozástól. Ezt a 24.hu írja. Ugye az ellenzéki oldalon előszeretettel mondogatják, hogy Magyarország kirekesztődik a nemzetközi politikából, Európán, egy szígyenfoltja, vagy egy ilyen kirekesztett állam. Hogyan látjátok ezt a kérdést? Valóban van egy ilyen folyamat, vagy mindez a kampány része, hogy ezt föl kell nagyítani? Ja, az, hogy Magyarország már elszigetelődött, Orbán Viktorral nem áll szóba senki, ezt már 12 éve hallgatjuk. Ennek ellenére azt látjuk, hogy emelne a Macron-tól kezdve egyébként Európa meghatározó politikusaival. Orbán Viktor rendszeresen találkozik, baráti viszonyban van, tehát én kifejezetten tudom, hogy emelne a Macron francia államfővel kifejezetten baráti viszonytápol Orbán Viktor, és hát fontos kérdésebben egyébként összehangolják a lépéseiket európai szintéren. Tehát ez, ez egy hazugállítás, ez egy vágyvezérelt kommunikáció, amit lehet sokan elhisznek, de egyébként nem fedi le a valóságot. Az pedig, hogy most például Lengyelországgal kapcsolatosan van egy kis mosolyszünet, ez egyértelműen érthető és várható volt, hiszen az eddig is tudtuk, hogy a Visegrádi együttműködésen belül az Oroszország politikában nem értenek egyet ezek az országok, mivel most a háború miatt az Oroszországhoz fűződő viszony, az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok kerül attack. fókuszba, mindenki ezzel foglalkozik, a nemzetközi és a lengyel média is ezzel van elfoglalva napi szinten. Értelemszerűen most egy lengyel politikus nem engedheti meg magának azt, hogy kiáll mondjuk Magyarország vagy Orbán Viktor mellett, hiszen azonnal a hazai és a nemzetközi sajtó elkezdi őt szétszedni, de ez nem jelenti azt, hogy a lengyel-magyar barátság vagy a Visegrád együttműködés az felbomlott volna, sokkal több dolog tartja össze ezeket az országokat, mint ami elválasztja, és hogyha eljön a béke, amire tényleg mindenki vár, tehát Európában szerintem mindenki a békét várja, akkor ezek a kapcsolatok rendeződni fognak, és meg fog oldódni ez a probléma. Tehát sokkal nagyobb, sokkal erősebb a vénény együttműködés annál, és több száz évre nyúlik vissza, hogy ez egy ilyen dolog miatt felbomoljon. És egyébként az fontos hangsúlyozni, hogy Orbán Viktor minden szankciót megszavazott az Európai Unión belül, és egyébként a NATO egyezményekben is, és NATO kötelezettségben is minden probléma nélkül részt vesz Magyarország. És utalnék arról, hogy Orbán Viktor a hírtévében hétfőn arról beszélt, hogy a következő kormányzati ciklusnak az egyik fontos célkütőzésre lesz, hogy a orosz függőséget csökkentse, ami egyébként az elmúlt 12 évben is prioritás volt, éppen az amerikaiak miatt nem sikerült ezt megvalósítani. Utolok itt arra, hogy Romániában az amerikaiak miatt nem indult meg a földgáz kitermelés, pedig már a vezetékek megépültek. Um... Hiába ér véget a háború az Oroszországgal szembeni konfrontáció a legalábbis politikai konfrontáció tovább fog folytatódni véletően, hiszen megindult a második hidegháború. A második hidegháború alatt azt kell érteni, hogy a Nyugat vezette szövetség élesen szemben áll Oroszországgal. Ha valaki megnézte a NATO legutóbbi néhány nappal ezelőtti csúcs találkozóját, ott olyan hosszabb távú védelmi intézkedésekről döntöttek, amelyek mégis csak azt vetítik elő, hogy ez a szembenállás nem fog elmúlni akkor sem, ha esetleg véget ér az orosz-ukrán háború. Tehát én épp ezért kevésbé vagyok optimista a magyar-lengyel kapcsolatokat illetően. Nem állítom azt, hogy a V4 csoport felbomlott volna. Azt hiszem, nagyon is látom, hogy ez a lengyel-magyar mosolyszünet akár hosszabb távra is kiterjedhet, amennyiben az Oroszországgal szembeni szembenállás az tartós marad, már pedig én erre számítok. Ráadásul nem csak a lengyel-magyar viszonylatban van feszültség, hanem a cseh-magyar cseh politikai kapcsolatokban, amit fokoz az, hogy most Csehország élén egy olyan többparti koalíció van, Amely, amely eleve viszonylag kritikusan tekint Orbánra, különösen a külügyminiszter. Tehát a, tehát a vezető ö, polgári párt még annyira ne, talán nem, de például a külügyminisztérium vezetése nagyon is, és ö, hát a cseh politikai élet jelentős részében nem vették túlságosan jól, hogy a csehországi választási kampány vége felé Orbán Viktor demonstratíve az akkori kormányfővel Andrei Babissal együtt lényegében kampányolt. Ennek nem volt túl jó üzenete, tehát alapvetően a cseh kormányban is megnövekedtek az Orbánnal szemben kritikus hangok. Ugye Szlovákia így a kettő között ingadozik, ugye ott az orosz barátság a lakosság körében valamivel nagyobb volt mindig is, de például ahol ott a köztársasági elnök egyértelműen a Nyugatpárt és az Európai Unió hivatalos irányvonalát képviseli az, hogy Orbán Viktor elszigetelt lenne, azt én sem állítanám, hát én is láttam azokat a fényképeket néhány napos felvétel egyébként, amikor Orbán Viktor barátságosan egy ülésszünetében beszélgetett Macron francia elnökkel, a két vezető közötti kapcsolat valóban, azt nem tudom, hogy baráti, de viszonylag jónak mondható. Viszont azt azért látom, hogy sokan utólag is felhánytorgatják Orbán Viktornak a Putyinnal való szerintük túlszoros együttműködését, és ez, ez azért jelent most problémákat így visszamenőleg. Úgyhogy, és még annyit, hogy önmagában a háború, és önmagában a második hidák háború, tehát a világpolitikai helyzet drasztikus megromlása, is nagyon súlyos kihívást jelent a magyar kormánynak, illetve fog jelenteni a április a után hivatalba lépő magyar kormánynak, akár Márkizaj Péternek hívják a miniszterelnököt, akár Orbánnak. Egy dolog annyi, hogy ami nagyon fontos, hogy egyébként látszódik az amerikai hatás, tehát a lengyeleknek kifejezetten jó amerikai kapcsolatai vannak, tehát ott azért érződik, hogy azért az amerikaiak is mozgatják a szálakat, és ugye a cseh kormány is egy többpárti koalíciós kormány, a miniszterelnök kifejezetten kedveli Orbán Viktor, viszont a koalíciós partnerek között vannak olyanok, akik nem. Tehát ott Például is egy a párt. Igen, tehát ott is egy koalíciós megosztottságban ugyanez a helyzet egyébként a szlovákoknál, tehát egy nagyon sokszínű dolog az, hogy az egyes országban mi az aktuális belpolitikai helyzet. Viszont az érződik, hogy ahol kisebb az amerikai befolyásol, kisebb ez a megfelelési kényszer az aktuális amerikai irányvonalnak, ott azért már árnyaltabban kommunikálnak az oroszok. Ezért is ne jelent nehézséget, hogy Orbánéknak rossz a kapcsolatuk a Biden adminisztrációval. Azt mondani, hát nem biztos, hogy nehézség. Például hát ugye, szerintem a világ elbulti... egyik legnagyobb hatalmával rosszabb lenni, az ne is. majd Donald Trump jön, és akkor jó. Jobb lesz, tehát azt akarom Why mondani, yeah. hogy hogy a, amikor Joe Biden arról beszél, hogy az a célunk, hogy eltűnjön a hatalomból Vladimir Putyin, ugye ezt kijelentette, majd meg is erősítette ezt a kijelentését a CNN-nek, hát akkor a francia elnök és Olaf Scholz azt mondta, hogy elhatárolódnak Joe Bidennek a kijelentésétől, és nem értenek vele egyet. Tehát itt érződik, hogy akiknek nem olyan nagy erőjű ez a megfelelési kényszer amerikai irányba, azok azért árnyaltabban kommunikálnak ebben a kérdésben, és szerintem Magyarország a német és a francia álláspontot osztja ezekben a a kérdésekben, semmiben másban nem gondolkodik másként Magyarország, illetve Németország. Röviden muszáj reagálnom, mert most ez a második hidegháború azt is magával hozza, hogy amennyiben Európa egyre inkább lemond az orosz energiáról, akkor azt valamivel pótolni kell. Most úgy fest a helyzet, erre Biden a Valsói beszédében utalt is, hogy ezt a kieső orosz energiát amerikai energiával, LNG olajjal, illetve gázzal fogják részben pótolni, tehát én arra számítok, amennyiben tényleg így lesz, hogy az amerikai gazdasági és együtt a politikai befolyás az európai politikában fokozódni fog. Fura módon ez a háború, az orosz-ukrán háború, amellett, hogy szörnyű tragédiákkal jár, bizonyos szempontból jöjjött az amerikai Egyesült Államnak, Államoknak azért, mert európai, európai jobban kiszolgáltatott energiaszállítások tekintetében az amerikai Egyesült Államok amerikai nyertes ennek a háborúnak, az összes fegyverüket eladják, tehát amikor az ukránok a kötöttek megalapodás, hogy annak egy 800 millió dolláros segélyt az ukránoknak, akkor abban kikötés volt, hogy ebből a pénzből kizárólag amerikai fegyvereket vetnek, tehát Amerika szépen eladja a fegyvereit, és hát ugye most az Európai Bizottság kötöttek megállapodást arra, hogy az amerikai gáz is eladják, tehát Amerika nagyon jól járt, Európa megint rosszul járt, Európa olyan szankciókat vezetett be, aminek következtében az energiaellátás biztonsága nagyon komoly veszélybe kerül. Az hogy a következő telet Oroszország igenis ki fogja bírni az európaiak pénze nélkül, viszont Európa nem fogja kibírni az oroszok gáza nélkül. Most már látjuk, hogy Németországban az egyik gázvezetékben a nyomás nullára lecsökkent, az egész európai gazdaság tönkre fog menni abba, hogyha Oroszország nem fog küldeni gázt, Amerika megnézni fogja mindezt, mert az fontos hangsúlyozni, hogy nagyon jól hangzik az amerikai terminálok, meg az amerikai gáz, csak hát ez egy cseppfolyós gáz, az, hogy az kitermeljék, az, hogy az ide szállítsák, az, hogy itt azt le tudják hívni, tehát le tudják szívni, ahhoz több éves előkészítő munka kell, olyan állomásokat, olyan hajóállomásokat kell építeni, mi alkalmas ennek a gáznak a fogadására, Európán belül ehhez ki kell építeni a gázvezeték sokkal rosszabb a fűtőértéke. Tehát annyi probléma van, ami azt mutatja, hogy rövid, közép és hosszú távon is az Európai Unió, Európa rendkívül rosszul jár ezzel az egész történettel. Picit lépjünk, de még marad egy picit a külpol, és erről jutott eszembe már, hogy itt a Orbán Viktornak milyen volt a viszonya Putyinnal, illetve hát ugye Macronnak is viszonylag jó viszonya van vele, ahol jól tudom. És ilyen szempontból is nagyon érdekes Zelenszki elnöknek a kommunikációja. És az lenne a kérdésem, hogy mennyire, ugye szokták mondani, hogy nem csoda, hogy ő így kommunikál, hiszen úgy kell ezt hallgatni, mint egy fuldokló embernek a segélykiáltását, viszont számomra mégis kicsit szöget ütött a fejembe, hogy itt a magyar választások előtt pár nappal többször beleszállt, hát ez konkrétan Orbán Viktorba is, és Magyarországba is. Az, azt nem köszönte meg, hogy az ukrán menekültekkel hogyan bánik Magyarország, hogy egy emberként állt oda az ország mögéjük és segítik őket, viszont kritikával illeti folyamatosan. Milyennek az alapja? És mi ennek az oka, hogy egy háborúban álló országnak az elnöke éppen Magyarországot pécizte ki arra, hogy kritikával illesse, holott ugyanazt az álláspontot osztja sok mindenben Orbán Viktor, mint a, a nyugat-európai országok. Uk Ukránoknak az a célja, hogy feleket állítson maga mellé. Tehát Ukrajna egyedül Oroszországgal szemben háborús tekintetben nem tudja felvenni a harcot. Bármennyire is látjuk itt az ukrán propagandát, vagy a nyugati propagandát, ott már azt az ember, akkor az, az az, az érzésem, hogy már az ukrán csapatok vannak Moszkva körül, de hát nem ez a valóság. Ukránnak egy jelentős részét elfoglalták az oroszok, a tengeri kijutását, uh, kiutását az ukránoknak gyakorlatilag elvágták az oroszok, tehát nagyon komoly veszteségei vannak az ukrán félnek. Értelemszerűen uh, az ukrán elnök ezért is akar minden erőjével azon dolgozik, hogy bevonjon más országokat, akár a nato is ebbe a konfliktusba Tusba, tehát kiért ugye légvédelmi vezetet, és még lehetne sorolni, tehát fontosan abba az irányba megy, hogy más országok álljanak fegyverekkel, katonákkal, haderővel Ukrajna mellett, annak érdekében, hogy Ukrajna ezt a háborút meg tudja nyerni. Ennek a része az is, hogy Magyarországgal kapcsolatosan ilyen kommunikációt folytat, mert ugye Magyarország az első pillanattól kezdve egyértelművé tette, hogy sem fegyvereket, sem katonákat nem fog küldeni Ukrajnába, kizárólag humanitárius segítségnyújtásra hajlandó Magyarország. Egyébként más európai ország és a NATO többsége is ezt a véleményt osztja, más országok sem akarnak harmadik világháborút. Ugyanakkor Magyarország egy olyan ország, amelyre szépen áll hogy ez az oroszpárti bélyeget, egy kicsi ország, itt van a szomszédban, és az elmúlt években nagyon komoly nemzetközi, lejárató kampány zajlott a globális és sajtóban Magyarországgal szemben, értem szerint, hogy az ukrán elnök azt akarja elérni, hogy az Európai Uniónak mondjuk meghatározó országai, akár Németországra is gondolok, változtassanak az álláspontjukon ebben az ügyben, tehát szálljanak be katonai szempontból is az ukránok oldalán, akkor sokkal könnyebb a magyarokat támadni, és a magyarokon keresztül az Európai Uniónak az álláspontját megváltoztatni ebben a kérdésben. Ugye most már kiszivárogtak információk, hogy Márkizai Péter csapata, és az a ukrán külügy között megtörtént a kapcsolatfelvétel, és a Szijjátó Péter is utalt arról, hogy megszületett egy háttéralkú arról, hogyha a baloldal kerül hatalomra, akkor teljesíteni fogják az ukrán elnök kérését. Amikor volt az előbb említett ukrán szóvált, aminek az ukrán elnök neki ment gyakorlatilag Orbán vitónak, akkor az összes bahadari politikus rögtön kiállt az ukrán elnök mögött, Karácsony Gergelytől, Gyurcsán Ferencig, Gyurcsán Ferenc azt mondta, hogy pocsik ember, vagy ha az a háborúban, tehát nagyjából ez, ez a kommunikáció volt a baloldalon. Ez a napnál is világosabb, hogyha a baloldal kerül hatalomra, Magyarország fegyvereket és katonákat fog küldeni, ezerre az orosz gátcsapot, így Magyarország részese lesz ennek a háborús konfliktusnak, amint egyébként a magyaroknak a többsége, elképesztő a többsége elutasít. Semmiféle háttér alkura nincs bizonyíték Szelenszki és Márki Zaj Péter között. Amire bizonyíték van, az a háttértágyalás. Az, hogy bölcs dolog volt -e ezt elismerni Zárán Péter kampányfőnök részéről, az iránt van némi kételjem, de ez most legyen az ő problémájuk. Ö, azt sem gondolom, hogy egyedül Magyarországot péciszte volna ki Zelenszky, hiszen Zelenszky többször bírált a Németországot is, például a Bundestaghoz intézett üzenetében. Talán nem olyan élesen, mint Magyarországot, de itt meg utalni kell arra, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok már évek óta elég rosszak és feszültek, és ennek én két okát látom. A ukrán nézőpontból nézve a magyar kormány túlságosan közel került Putyinhoz. Tehát Oroszország-Ukrajna ellensége már 2014 óta, a Krím elszakítása óta, és a két kelet-ukrajnai megye. Hát, kvázi elszakítása óta, amelyet ugye nem, tett, nem csatoltak Oroszországhoz, mint Krímet, de az ottani orosz szakadárok mégiscsak a két megye jelentős részét elfoglalták. Azóta Oroszország maga az ellenség Ukrajna számára, és az ő, szem, ő nézőpontjuk szerint az ormán kormány, a magyar kormány túlságosan közel állt Putyinhoz. A magyar nézőpontot nézve, pedig azt tudjuk mondani, hogy a magyar kormányt felháborította, hogy az ukrán kormány, illetve parlament súlyosan korlátozta a magyar kisebbség oktatáshoz való jogát először, utána benk bevezetett egy, nyelvtörvényt, amely gyakorlatilag a, teljesen az ukrán államnyelvet tette kötelezővé, és a kisebbségi nyelveket csak nagyon szűk körre ö, ö, engedélyezte. Tehát látni kell, hogy az ukrán-magyar viszony a rosszabbodása az nem most kezdődött, hanem ennek több éves előzménye van. Mind a két félnek megvan a maga részigassága, és én azt gondolom, hogy ez üt vissza, és emiatt is használ Zelenszkij Ilyen éles hangon. Azt mondjuk figyelemre méltó, hogy ez pont a választási kampány vége felé teszi meg, tehát ilyen értelemben egyet tudok érteni, érteni azt hiszem a egy fideszes képviselő fejtette ki, hogy Zelenszky ezzel beleavatkozott a magyar választási kampányban, Budai Gyuláról arra gondolok, nem is tévedett szerintem. Tehát ez valóban egyfajta beavatkozás a magyar választási kampányban. Nem biztos, hogy nagyon szerencsés volt Márki Péter részéről ennyire kritikátlanul kiállni az ukrán elnök mellett, akkor, amikor azért a magyarság Kisebbségi jogait súlyosan korlátozták Ukrajnában, bár azt hangsúlyozni szeretném, hogy ettől még igaz az, hogy Oroszország katonai agressziót hajtott végre. Ukrajnával szemben durván felrúgva a nemzetközi jogot. Annyit lennék hozzá, hogy egyetértek Attilával abban, hogy bevalkozás az történt, de szerintem is inkább ez a Fidesz mal már a hajtja a vizet. Tehát amíg a háborús tematika van napirenden, és már pedig szerintem ebben a három napban már nem fog ez megváltozni, az a Fidesznek kedvező, hiszen minden egyes fontos politikai kérdésben ebben az ügyben a Fidesz álláspontját osztják nem csak a fideszesek, hanem még az ellenzéki szavazóknak egy jelentős része is. Ez hasonlít a ez az illegális bevándorláshoz is, amikor azt láttuk, hogy a kormány és a Fidesz álláspontját osztja a magyaroknak nagyjából a 70 vagy 80 százaléka, ugyanez helyzet a gyermekvédelmi törvény ügyében is, tehát ez is egy olyan téma, egy olyan ügy, amelyen keresztül Orbán Viktor és a Fidesz is a saját választói táborán túl meg tud szólítani és tud mozgósítani választókat. Tehát én is látom a méréseket, látom azt, hogy egyébként nagyon sok olyan szavazó, érzékelhető nagyságrendben, akik korábban baloldali szavazók voltak, vagy bizonytalanok voltak, de inkább az ellenzékkel szimpatizáltak, most a Fideszre fognak szavazni amiatt, mert a Fideszben látják a békének és a biztonságnak a garanciáját. Azért teljesen ne temessük az ellenzéki esélyeket. Én is látom a közvéleménykutatási adatokat, ugye a medián ma nyilvánosságra hozott számai kifejezetten, hát majdhogy nem katasztrofálisak az ellenzék esélyei szempontjából. Ott a Fidesznek egy nagyon ö, nagy Előnyt, elég nagy előnyt mutat a medián felmérése, ugye 128 mandátuma lenne a Fidesznek, és mindössze 71 mandátuma a parlamenti ellenzéknek, ez egy nagyon komoly kormánypárti győzelem lenne, ha nagyjából így lenne. Ezzel együtt, tehát én is látom, hogy az ellenzék vesztése áll, de sose felejtjük el, hogy az ellenzéknek van egy jelentős sütőkártyája, ez pedig az Orbán ellenesség. Tehát az Orbán ellenességnek nagyon jelentős a a politikai piac szerintem én tudok olyan választó polgárokról, akik bár nem szeretik márkizai Pétert, de Orbán Viktort még kevésbé szeretik, és hogyha Orbe fogva is, de le fognak szavazni a Márki Zaj Péter vezette ellenzéki listára, ez még adhat némi reményt az ellenzéknek, amelyik egyébként kétség, kétségtelenül nem áll jól a kutatások szerint. Ez két dolgot fűznék hozzá. Az egyik az az, hogy igen, tehát nem közvéleménykutatást kell a nem választást. Értenszerűen azon fog múlni, hogy mely politikai oldal hogyan tud mozgósítani, tehát a Fidesz azt a választási eredményt akarja elérni, mint amit most akár a mediának a kutatásában is látunk, amelyik egyébként nagyon pontos volt az előző választás alkalmával is. Tehát ez az egyetlen kutató cég volt, ami megjósolta például a Fidesz kétharmados győzelmét a 2018-as választás előtti napokban. Tehát, hogyha ezt valóra akarja váltani a jobb oldal, akkor én itt minden jobb oldalit arra bízhatok, hogy akkor menjen is el szavazni, mert a kutatást az jó de a választási eredményt az még jobb le lesz számukra nézegetni, hogy ez meg is valósul. A másik dolog pedig az, hogy egyébként a baloldalnak a, a helyzetét az gyakorlatilag Márkizai Péter rontotta le. Tehát én látom idősorban ezeket az adatok, adatokat. Októberben egyébként érefej fej mellett, tehát a baloldal és a jobb jobboldal, és amióta Márkizai Péter a színen van, tehát amióta megjelent Márkizai Péter, azóta folyamatosan romlanak a baloldalnak a választási esélyei, tehát tényleg így nyílik szét az olló, tehát egy lefele tartó irányban volt a baloldal az elmúlt hetekben és hónapokban, és érdekes, mert 2018 ban meg pont fordítva volt, tehát ott azt láttuk, hogy januártól kezdve a Fidesz kezdett csökkenni, és a baloldal kezdett erősödni, vagy az ellenzék kezdett erősödni, most éppen egy jelentkező tendenciát láthatunk, kérdés, hogy az utolsó napok ezt meg fogják-e Jó, 2018-ban még nem fogott össze a baloldal, illetve az ellenzék nagyobb része, ezt azért tegyük hozzá. É. Tehát ez is egy új jelem, hogy azért a legtöbb ellenzéki párt összefogott, együtt indulnak a 106 egyéni választókerületben, közös miniszterelnök jelölte, tehát ezért sem bíznám magam el teljesen a fidesz De ebből az összefogásból igazából már Kizai Pétert látjuk csak nem, tehát a többi pártnak az arca olyan nyilvánvalóan nem jelentkezik nem, nem teljesen van így. Tehát igaz, hogy a programadóban több ellenzéki pártvezető hiányzott, de március 15-én például az ellenzéki pártve, pártvezetők már jelen voltak, felszólaltak és hajlandók voltak egymással megjelenni. Erre két dolog, még egyet akartam reagálni még a kettőből ezelőttire, hogy Orbán Viktor, Orbán ellenesség. Hát ebben is sajnos ki kell ábrándítsam a baloldaliakat, mert azt látjuk a felmérésében, hogy Orbán Vitónak a személyes kedveltsége, tehát támogatottság 50% felett van. Tehát többen kezdvelék jelen pillanatban Orbán Viktor, mint amennyien utálják. Tehát ez is azt mutatja, hogy ez az Orbán ellenes kommunikáció hát kevésbé működik. Egyedül a Fidesz ellenes retorika működhet, mert ugye Orbán Viktornak a támogatottsága magasabb, mint a Fidesznek a támogatottsága. Tehát ezért is egyébként én látom, hogy most ha kommunikálnak a, a baloldalak, nem azt mondja, hogy Orbán kell leváltani, vagy Orbán Orbán, hanem inkább a Fidesz tehát inkább a Fidesz kezdik el kommunikálni. Azért a Fideszek van egy kollektív és keserű élménye 2002-ből. Ez az élmény pedig úgy hangzik, hogy a választáshoz közeledve a közvélemény kutatások akkoriban nem egy átütő, de Fidesz győzelmet jósoltak többnyire, és ehhez képest a Megyesi Péter vezette a szocialista párt, legyőzte a Fideszt. Tehát van egy ilyen keserű tapasztalata a Fideszek, ezért is mondtam azt, hogy a Fidesz persze jól áll a kutatásokban, de nem bízhatja el magát, mert meglepetések elvileg előfordulhatnak, akár most vasárnap hát, is. Hát én is azt mondom, hogy nem kutatás kell, hanem választás, ezért el kell meg mindenkinek szavazni. És a tegnap közé tett Závec kutatás egyébként ennyire nem optimista. Ugye ott néhány százalék a Fidesz és az ellenzék közötti különbség, és 8 százaléknyi aktív bizonytalan döntheti el szerinte, hogy végül is mi lesz a végeredmény. És utalnék itt Orbán Viktornak a hírtévés interjújára is, mert ö, ott is úgy tűnt, hogy ő sem, ő sincs el bizakodva, hanem nagyon hangsúlyozta azt, hogy nincs lejátszva ez a meccs, még dolgozni kell az utolsó pillanatig, és azért ő nem érzi a zsebében ezt a győzelmet. Hát igen, jár, egy Győzelemre készülő politikai oldalnak mindig azt kell mondani a szavazói felé, hogy ne bízzátok el magatokat, ne hátra, menjetek el szavazni. Egy vesztes pozícióban lévő politikai erő pedig azt mondja, hogy van esély, van remény, tehát próbálja rávenni a saját szavazít, hogy mennyi lesz szavazni, mert azért megverhetjük mondjuk a Fideszt adott esetben. Tehát ugye ezt a kommunikációt láthatjuk a baloldalról, most jönnek, hogy nem tudom, láttam talán egy ilyen fizetett híret, és a baloldalról, hogy a Fideszben már vásárt van, és a század vég körül már a nem tudom, fekete színű autók sorakoznak, mert magas rangú fideszes politikusok kétségbe vannak esve, hogy na, hogy itt már fordulat történt, és a Fidesz vesztésre áll. Tehát ugye ilyen propaganda indult meg ezek oldalon, hát ezzel akarják rávenni, a, ezzel árulnak, árunk úgymond reményt a bal oldalnak, hogy menjetek el szavazni. A másik oldalon a Fidesz esetében pedig értelmeszerűen azt kell mondani, hogy nem lefutott a meccs, nincsen zsebben a győzelem, meg kell nyerni ezt a választást, ahhoz pedig el kell menni szavaznotok. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy akár az ellenzéki aktivisták, akár a fideszes aktivisták vagy politikusok felhívhatják a választó polgáraikat, hogy elmente már szavazni. Tehát amiről Dani beszélt, hogy a mozgósítás milyen fontos, az például így kell elképzelni, hogy tényleg a pártoknak az a feladata, hogy biztosítsák azt, hogy a választó polgáraik, a híveik leadták a, a szavazatokat, és hát valóban alapvetően a mozgósítás az ezt jelenti, tehát nagyon fontos, hogy kinek hogyan sikerül mozgósítani. Egyébként én az ellenzék részéről olyan nagyon nagy bizakodást nem érzékelek a választási győzelmet illetően, mert hogyha már most előre csalást emlegetnek akkor, amikor saját bevallásuk szerint is valamennyi szavazókörbe lesz ellenzék delegált, hát ez egy furcsa, tehát mint hogyha már előre meg akarják magyarázni a választást. Választási vereséget. Ugyanakkor egy-két Fidesz közeli háttér, háttéremberrel beszélve, én, én azt látom, hogy azért van némi idegesség a Fidesz házatáján is, nem mindenki akarja elhinni ezeket a nagyon kedvező közvéleménykutatásokat. Félnek attól, hogy. Hogy miután 2019-ben is jónak tűntek a kutatási eredmények a fidesz számára, a Budapestet ehhez képest elveszítették. Tehát van egy ilyen félelem, de ezzel együtt én ezt egy kicsit természetesnek is tartom, hiszen a választási kampánya résztvevők, vagy a politikai iránt milyen érdeklődők számára egy rendkívül izgalmas folyamat, és hát a választások története Magyarországon is és külföldön is bizonyítja, hogy váratlan meglepetések mindig lehetségesek, a váratlan fordulatok benne vannak a pakliban, de kétségtelen, hogyha a kutatásokat nézem, akkor a Fidesz az esélyes, és még valamit hadd mondjak, hogy szerintem az az eddigi választási kampány folyamata is inkább a Fidesz teszi esélyesebbé, azért mert Márkizaj Péter olyan sok kommunikációs hibát vétett, olyan sok probléma volt az ellenzéki kampányjal, hogy számomra bomba meglepetés lenne az ellenzék győzelme. De most bevetik a bömbis autókat is, és ez engem nagyon érdekelne, hogy mi a véleményetek arról, hogy ugye kisfalvakat céloznának ezzel meg, hogy ilyen bömbis autókkal elsősorban nem városokban, nem kisfalvakban jutnának el az ellenzék, és így próbálnám meg meggyőzni a falvak lakóit, hogy szavazzanak az ellenzékre. A falvakon mi múlhat egyébként egyáltalán, és ez egy jó megoldása, jó, jó eszköze arra, hogy eljussanak oda. Akkor megláttam a felvételt, nem akartam hinni a szemnek, és azt hittem, ez valami vicc, tehát, hogy valami fideszes viccről van szó, de nem. <kül> Láttam, hogy ez tényleg egy, egy valódi baloldali akció, tehát ez inkább szerintem közölőhely tárgya. Tehát én kitettem egy videót erről a bömbis autóról. De mindenki röhögött rajta, tehát ez egészen nevetséges ez a, ez a jelenet, amit ott lehet látni. Ugye ez a baloldalon a narratíva, ezt mindig hallom, mindig megkapom én is vitaműsorban, hogy a tudatlan ostoba trágyául letetett gombák vidéken, akik azt sem tudják, hogy mennyi egy meg egy, és akkor buták, és emiatt szavaznak a Fideszre. Tehát ugye ez Márkizaj Péternek a hivatalos kommunikációjában is sokszor megjelent az ostoba, aberált, meg mindenféle jelző. Tehát ez a gondolkodás módjuk a vidéki magyarokról. Ezek után nem reméljék azt, hogy a a vidéki magyaroknak a többsége, Márkizai Péter fogja majd támogatni. És azt is hallom, hogy azért Fideszes, mert nem jut el a információ hozzájuk. Hát én egy Fideszes elemző vagyok, ezt nyíltan velem, hogy jobboldali vagyok. Az én oldalamat több tízezeren követik. Ott napi szinten tájékoztatnak engem a Fideszes követőim, hogy mi zajlik az ATV-n, és egész nap az egyenes beszélt meg a betelefonálós műsort nézik, engem is néznek, hogyha vita műsorban vagyok. Tehát ezek az emberek, akik Fideszesek, nézik az atv nézik az ellenzéki csatornákat, nézik az ellenzéki politikusokat. Márkizaj Péternek a Facebook bejegyzéseiről engem ott százasával, ezresével értesítenek a aktuális jobboldali követők, tehát ez egy Tívút, hogy azért szavaznak a Fideszre, mert nem látják azt, hogy mit mond Márkizai Péter, vagy mit mond az ellenzék. Tehát ez egy teljes vakvágány, hogyha ezt gondolják egyébként az ellenzéki politikusok. A valóság az az, hogy nem értenek egyet azzal, amit még ezek a politikusok mondanak. És például, amikor egyébként komolyan nézzük azt, hogy miért Budapesten erős, miért, és miért vidéken gyenge, az ellenzék, akkor nem ilyen tudatlan, meg buta, meg ostoba jelzők azok, amelyek ilyenkor meghatározóak, hanem az, hogy például vidéken az embereknek van családja, tehát sokkal többen élnek vidéken nagy családban, vagy nagyobb családban, mint Budapesten. Budapesten sokkal többen vannak az egyedülállóak, tehát értelmszerűen már például itt lehet látni egy különbséget, értelmszerűen például a családpolitikai intézkedések sokkal nagyobb arányban érintik a családokat, tehát a vidéken élőket, tehát ilyen típusú szempontok, és motivációk azok, azok inkább egyéb szempontok mellett, amelyek ilyen különbséget tesznek Budapest és vidék között, és még annyi dolog, hogy Budapesten belül is ugye főként ott erős a baloldal, ahol a lakótelepek vannak, tehát például Békás tipikusan ilyen a nagy panel lakótelepek, és például Budán, ahol az elit él, tehát a gazdagabb emberek, ott például mindig a Fidesz még jelen helyzetben is erősebb a, a budapesti átlagnál, tehát például Fűrés Balázsnak a 12-ben van esélye például, hogy megnyerjen a választáson, míg mondjuk Pesten a szegényebb részeken esélytelen a, a Fidesz. Ez is azt mutatja, hogy nem a a, nem tudom, a, a tudatlan vagy szegényebb emberek azok, akik meg vannak vezetve a Fidesz által, hanem egyébként ö, ö, teljes mértékben, mondjuk a, az elmúlt évek a kormányzati intézkedésének a nyertesei azok, akik inkább a Fideszre szavaznak. Egy rövid megjegyzésem, csak mert látom, hogy fogytán az időnk. Öm, én azért is vagyok szkeptikus az ellenzék, meg a falusi <kül> lakosság egymásra találását illetően, mert igazából az ellenzék nem nagyon kínált érdemi dolgokat ezen embereknek. Ha valaki elolvassa az Egységben Magyarországért választási programját, hát a vidéki embereknek vagy a mezőgazdaságban élőknek olyan különösebbet nem ajánl. Tehát, hogyha pisztolyt ragadnának a fejemhez, akkor se biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy a az ellenzéknek most milyen érdemi a vidéki, főleg a mezőgazdaságban élők életkörülményeit javító intézkedéseket javasol. Nem nagyon, tehát én azt látom, és akkor ezzel zárnám a maga mondandóját, hogy én nem igazán látom egyelőre, hogy a vagy láttam a választási kampányban, hogy a parlamenti ellenzéknek érdemi ajánlata lett volna a községekben élők számára, az ellenzéknek, főleg Márkisai Péternek a fő mondani valója a korrupció elleni fellépés volt, és nem például a községben lévő emberek életszínvonalának a javítása. Pedig az agrárium fontossága az most meg fog nőni valószínűleg a háború miatt is. Hát. Ja, egyetértek Tibor, nagy a Tiborral, tehát ez tényleg így van, én sem látok alternatívát, és ugye a Fidesz esetében van, tehát Orbán Vito még a háború kirobbanása előtt mondta, de Lázár János is erről beszélt, hogy meg háromszorozzák azt a forrást, amit a magyar vidéknek szállnak, tehát egy nagyon komoly vidékfejlesztés indul meg, várhatóan, hogyha jobb oldal nyer az elkövetkezendő négy évben. A bal oldal esetében ilyen javaslatokat nem látunk, tehát főként a budapestiekre koncentrálódnak, és hát még egyszer mondom azt, hogy Márkizaj Péter a vidékieket többször sértegette, gyalázta és minősíthetetlen stílusban beszélt róluk, ez sem segíti azt, hogy a vidéki emberek Márkizai Péterre szavazzanak, és én azt látom, hogy még a saját körzetét is elképesztő mértékben el fogja veszíteni Lázár János a szemben, mert amikor én például jártam húrmezővásárhelyen, vásárhelyen, ott látszik a kiábrándulás, hogy Márkizé Péter nem egy nyerő dolog, tehát az a szégyen is bekövetkezhet, hogy amellett, hogy az országot, országos választást elveszíti Márkizé Péter, emellett ott helyben, egyéniben, akár még húrmezővásárhelyen vásárhelyen is kisebbségbe szorul. Egy nagyon gyors reakciót kérek, csak a Telex bejelentette, hogy elindul a TransTelex, tehát Erdélyben, és okként többek között azt írták, hogy kell egy híroldal, ahol nem a hatalom diktál, és hogy egyfajta alternatívát kínáljanak az Erdélyeknek. Ennek az időzítése mennyire érdekes, szerintetek? Hát lesz egy baloldali propagandalap Erdélyben is, mint Magyarországon. Nem látom, hogy ez érdemi hatása lenne a mostani választással, lehet, hogy a következő választással már lesz hatással. Nagyon helyes, hogy ilyen oldal elindul, én a sok színűségnek vagyok a híve. Ez tényleg rövid volt. Nagyon szépen köszönöm, <laughs> hogy itt voltatok. Nagy Attila Tibor, politikai elemző és Deák Dániel, a 21. századi intézet vezető elemzője voltak a vendégeink. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.